Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Valóban talán a vasárnap délelőtt az indokolja, hogy ez egy ünnepi pillanat, amit elindítunk itt. Az a fejlesztés, az az építés, az talán az embernek óvatosnak kell lenni a történelmi jelzőkkel, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az elmúlt 100 évben ilyen fejlesztés, ilyen kulturális fejlesztés nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon nem volt. Tehát egy olyan komoly átalakítás és előrelépés történik, ami nem csak egyszerűen arról szól majd, hogy új múzeumokat építünk, új múzeumi épületeket, és aztán oda régiek beköltöznek, illetve újak keletkeznek, hanem az egész Városligetnek azt az eredeti tervét, azt az eredeti gondolatát, hogy ez egy igazi néppark legyen, egy olyan igazi szórakoztató és művelődésre alkalmazható központ, mint aminek annak idején szánták a millennium idején. Most ennek egy újabb lökést tudunk adni, és bízunk benne, hogyha a múzeumi negyeddel, a közgyűjteményekkel, fölépültével úgy tud kiteljesedni majd a Városliget, hogy valóban Európa egyik legvonzóbb kulturális és szórakoztató központja tud lenni. Amik a konkrétumokról néhány szót, és az adja az aktualitását a mai sajtótájékoztatónak, hogy most jelent meg a múlt héten az a kormányhatározat, amelyik rögzíti azokat az időpontokat, amelyek világossá teszik, hogy hogyan és mikor készülhet el mindez. Április végéig, tehát kibővítve a múzeumok építésén túl, az egész Városligetnek a rekonstrukciójára, a népparká, újra népparká tételére szolgáló koncepciót az április végére kell elkészítenie a miniszteri biztos úrnak, Bán Lászlónak, aki ennek az intézménynek a főigazgatója is, és aztán az a nemzetközi tervpályázat, amit ki fogunk írni a múzeumi negyed épületeire, az is az év második felében kiírásra tud kerülni. Tehát 5 új múzeumi épületről beszélünk. Ezen belül megújul a Szépművészeti Múzeumnak a román csarnoka, amit 65 éve nem látott a közönség. Ez is egy nagyon komoly helyreállítása lesz még a háborús károknak. Ez az igazság, hogy a háború miatti belövések óta nem sikerült úgy helyreállítani a román csarnokot, ugye az egyéb csarnokai megújultak már a múzeumnak, hogy az látogatható legyen. Utána át is vonulhatunk oda, főigazgató úr megmutatja nekünk, tehát önök megnézhetik, hogy még most romjaiban is milyen impozáns térről van szó, és ez a tér, ez újra kiállító tér lesz a Nemzeti Galériából ide kerülő történelmi anyagok, a gótikus szárnyasoltárok, a faoltárok kerülnek majd ide, és más értékes darabok. Nemzetközi tervpályázatot fogunk meghirdetni az épületekre. Új restaurálási és raktározási központ épülhet, ami fontos, hogy egyesíteni tudjuk majd azokat a funkciókat, amik ma szétszórtan vannak a különböző múzeumokban. Uniós forrásból tervezzük a finanszírozást. Ugye 2014-ben indul az új szakasz, 70 milliárd forintot kívánunk elkülöníteni erre a célra. És természetesen, amikor elindul ez az építkezés, akkor ez olyan új munkahelyeket fog teremteni, amikre az építőiparnak Magyarországon nagyon nagy szüksége van. Tehát az 5 új épület a Néprajzi Múzeumnak az épülete, a Magyar Fotográfia Múzeuma, és az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum, Kortárs Művészeti Múzeum, a negyedik a Magyar Zenéháza és a Magyar Építészeti Múzeum, amelyek itt helyet fognak kapni, és ahogy említettem, a román csarnok is meg fog újulni. Ahogyan már mondtam, nagyon fontos, hogy nemzetközi tervpályázat lesz, mert ahhoz, hogy valóban európai figyelmet kapjon ez a projekt, ahhoz szükséges, hogy Európa legnevesebb építészei érdemesnek érezzenek elindulni egy ilyen pályázaton, úgyhogy azért mindent meg fogunk tenni, hogy valóban olyan neves építészek induljanak el ezeken a tervpályázatokon, hogy már ez is a mondjuk így a piacra való, vagy a közvélemény, az európai közvéleménybe való bevezetését szolgálja ennek a projektnek. És azt reméljük, hogy valóban a Városliget Európa egyik legsokrétűbb, legszínvonalasabb kulturális és turisztikai célpontjává fog majd válni. Ezek a konkrét tervek, amikről szó van,
és ahogy említettem, április végére jövünk majd a második ütemmel, amelyik magába foglalja majd az egész Városligetnek a felújítását, az átgondolását, itt a Petőfi csarnoknak egy ilyen családi szórakoztató központtá való kiépítése szerepel ebben, a fővárosi nagycirkusznak a épületének, a fővárosi nagycirkusznak a megújítása, az állatkertnek a további fejlesztése, mindez úgy, hogy zöld területeket nem veszünk el, hanem ellenkezőleg növelni fogjuk a zöld területeknek a számát is. Én ennyit mondanék Dióhéjba, hiszen a részletekről egyébként kormánybiztos úr, miniszteri biztos úr tudja önöket tájékoztatni, úgyhogy a szakmai részleteket azt tőle várjuk. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, jó napot kívánok magam is. A miniszter úr nagyjából elvette a kenyeremet, mert tényleg összefoglalta a lényegét az eddigi folyamatoknak. Néhány pici apróságot tennék hozzá. Miniszter említette, hogy milyen fontos a nemzetközi tervpályázat. Csak emlékeztetnék arra, hogy Magyarországon több mint 90 éve nem valósult meg középület nemzetközi tervpályázat útján. Utoljára Monarchiában írtak ki olyan nemzetközi tervpályázatot, amin alapján meg is valósult középület, tehát ilyen szempontból is egy történeti jelentőségű lesz. Sokszor beszéltünk már, hogy ezek az új múzeumok miért fontosak. Ezek közül, ha végig gondolják, egyik gyűjteménynek sem volt eddig múzeumnak épült, eredetileg múzeumnak épült otthona. A Nemzeti Galéria jelenleg a Budai Várpalotában épületében lakik. Mindenki tudja, látogató és múzeológus egyaránt, hogy célnak nem megfelelő az épület. Azon túl, hogy rendkívül rossz állapotban is van. A néprajzi gyűjteményünknek bármilyen furcsa, bármilyen jelentős, soha nem volt önálló múzeum, ami ennek épült volna. Bár vannak múzeumépületeik. És ha végig gondoljuk a többit, a Magyar Fotográfiai Múzeum egy pár száz négyzetméteres épületben helyezkedik el, noha a legfontosabb, legismertebb, nemzetközileg legismertebb képzőművészeti gyűjteményünk. Évi 3000 látogató látogatja a Kecskeméten. Itt jelzem, nem kell megszűnni a kecskeméti kiállítóhelynek, megmaradhat a fotónak. Kecskemét jelezte, hogy ilyen szándéka van, és ez természetesen fenntartható lesz a jövőben. És a két másik gyűjteménynek, a két másik intézménynek, a Magyar Építészeti Múzeumnak soha nem volt önálló kiállítóhelye, noha a magyar építészet európai rangú és hírű, régen és ma is. És hát, hogy ne említsük, vagy utoljára említettem, de nem utolsóban a zenét, de a magyar zene a legismertebb művészeti águnk, és bármilyen furcsa, sose volt igazából önálló múzeuma. Tehát itt egy olyan művészeti múzeumi márka fog kialakulni, ami valóban már összetételet illetően is európai rangú lesz. A régi eleink, szép művészeti múzeum, műcsarnok, itt van a Vajdahunyadvárában a mezőgazdasági múzeum, a közlekedési múzeum a Liget szélén, ehhez fognak kapcsolódni az új múzeumok, tehát egy európai rangú, több mint 100 éve elkezdett múzeumi sziget fog tulajdonképpen itt megvalósulni, ezekkel a fejlesztésekkel, és ahogy miniszter úr is említett, és amit majd látni fognak, a szép művészetén belül is egy régi fájó adósság, egy fájó seb fog begyógyulni. A román csarnok a háború vége óta zárva van, nagyon leromlott állapotban, ma raktárnak használjuk, ez is a nagy közönségnek a javát és a múzeumok javát fogja szolgálni, ha megújulhat. És a végcél, ahogy miniszter úr ezt is említette már, a Liget egészének egy olyan egységes fejlesztése, amelynek révén a Liget Budapest egy olyan márkává válhat, egy olyan helyi, amely valóban Európa legvonzóbb turisztikai célpontja lehet a családok, a családos turizmus számára, és nem pusztán egy nagyon jelentős beruházás fog munkahelyeket teremteni, hanem az a turisztikai többlet is, amely ennek révén várható Budapestre, egy olyan kínálatot tudunk majd nyújtani, aminek a révén évi 1,5 millióval több turista jöhet néhány éven belül Magyarországra, kimondottan emiatt, a cél miatt, hogy a gyerekével, családdal meglátogassa a Ligetet, és itt eltöltsön egy hosszú hétvégét esetleg. Köszönöm, és szívesen válaszolunk a kérdésekre. Bocsánat, még egy dolgot mind a ketten elfelejtettünk, ami szerintem nem csak a maga a múzeumi negyed szempontjából egy nagyon lényeges fejlemény, hanem az egész magyar, mondjuk így, hogy kultúrpolitika vagy kultúrfinanszírozás szempontjából, hogy ezekben a beruházásokban nagyon komoly magántőke is meg fog jelenni.
Tehát az az elképzelésünk, hogy három lábon álljon a kultúrának a finanszírozása, az állami finanszírozáson túl, aminek része a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti Akadémián keresztül történő finanszírozás, és a harmadik láb pedig az, hogy magánmecenatúra, tehát a jelenjenek meg azok a mecénások a magyar kultúra finanszírozásába, akiknek erre pénzük van, meg ízlésük is van hozzá. Az itt egy-két dologban ma már megvalósul, gondoljanak csak a Prima Primicia díjra, vagy más ügyekre, de itt most egy konkrét múzeum épület formájában is meg fog valósulni, tehát komoly magántőkét is be fogunk tudni vonni. Szerintem ez még egy lényeges elem. De ez egy hihetetlen. És 65 éven kell senki nem jutott eszébe, hogy ha bejövünk, szimmetrikusan nyílik a Szépművészeti. Jövünk a Márvány csarnok, a Reneszánsz csarnok, jobbra a Barokk csarnok és balra a Román csarnok. És egy gyönyörű, historizáló falfestés. Szakértők szerint szebb, mint a Mátyás templom, ugyanaz a kor, ugye, amelyik megidézi ezt a romanikát és a gótikát. Ha ez helyreállításra kerül, pompázatos tere lesz a gótikus szárnyasoltár kincsének a Nemzeti Galériának.